Ébred a természet, felpesdült az élet, kézműves műhelyel, nyílt nappal és családi kalandtúrával várták a családokat a hosszú hétvégén a sóstói látogatóközpontban. A nyílt napon az érdeklődők megismerkedhettek a látogatóközpont játékaival és az évszakokra hangolt tematikus programjaival is. Emellett egy születésnapi programot is végigkövethettek, ahol ezúttal a Sóstó egyik képzeletbeli lakóját, Kócsak Karcsit ünnepelték. Nagy élvezettel vesznek részt a gyerekek Kócsak Karcsi születésnapján. Ő ugye a látogatóközpontnak, illetve a Sóstónak a jelképe, az egyik jelképe. Ez 9 óra 30 perckor kezdődött, 10 órakor pedig egy ökotúrán vehetnek részt majd az idei látogatók a Sóstó természetvédelmi területen. A nyílt nap remek alkalmat biztosított arra is, hogy a családok, kicsik és nagyok felfedezzék a kreatív játékokat, részt vegyenek az évszakokra hangolt tematikus ökotúrán, és megvalósíthassanak egy-két környezettudatos ötletet. Vannak nagyon különleges fajátékaink, illetve interaktív játékaink, okostábla, amit ki lehet próbálni a mai nap folyamán. Tehát nem csak időpontra érkezőkkel tudunk foglalkozni, hanem bárki bármikor bejöhet. A szervezők figyelemfelhívással is éltek, hogy aki ismeri a látogatóközpont programjait, annak is érdemes legyen visszatérni, hiszen megújult tematikával, játékos feladatokkal, családokra hangolt programokkal találkozhatnak a Sóstón.